Ez itt a nap lesz csatorna, dobd a lájkot. Korakusz felek, te is megismered ez a srácot. Hogy én a crackek, sok tini sztori. Ha ígom tesó, elindul a mozi. Na, hát szevasztos kacok! Üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Úgy gondoltam, hogy elkezdünk foglalkozni az önbizalomfejlesztéssel részletesebben. Ezzel kapcsolatban szeretném a ti segítségeteket kérni, és légy szíves jelezzétek a komment szekcióban, hogy szeretnétek-e vagy sem. Valamint, hogyha akartok még hasonlót, akkor egy lájkot dobjatok már most a videnyára! Szépen felépítve fogunk haladni a dologgal kapcsolatban. A mai nap 5 alapvető tippet hoztam el nektek, hogy hogyan bírjátok fejleszteni az önbizalmatokat, amit egyébként én is csinálok. Próbáld meg offolni az életedből a negatív embereket. Nem tudom, hogy kinek ismerős, de például én akárhova megyek, mindenhol csak a panaszkodást hallom, hogy ez meg az rossz, milyen rossz élete van neki, jaj, de rossz, nincs pénzem, jaj, mindenki csak siránkozik, de azért, hogy jobb legyen neki, azért nem tesz semmit. És képzétek el, hogy ezeket az embereket én az utóbbi időben teljes egészében kiiktattam az életemből, mert olyan szinten lehúzva éreztem magamat. Most nem azt mondom neked, hogy a legjobb barátodat tiltsd le a Facebookról, meg az Instagramról, de valahogy próbáld már meg őt meggyőzni, hogy ez a pesszimista mentalitás ez annyira nem fajn. Dicsérd meg másokat. Neked mennyire esik az jól, hogyha megdicsérnek? Igaz, hogy nagyon? És boostolja az önbizalmadat? Hidd el, hogyha te a másikat dicséred meg, akkor az mindkettőtöknek jó lesz, oda-vissza megy a dolog, ezzel nem csak a saját önbizalmadat növeled, hanem a másikét is. Skacok, eszméletlenül fontos, nagyon durván növeli az önbizalmat, az elégedettséget saját magaddal szemben, valami edzést minden napra iktasd be. Én most úgy csinálom az edzést, hogy egy nap futok, egy nap edzek, és a futás az nálam mindig úgy néz ki, hogy a reggeli órákban megyek ki egyből, amikor fölkeltem, és képzétek el, olyan boostot ad nekem az egész napra, hát lényegében felébredek 15 perc alatt, és mint egy terminátor. Nem bírom elmondani azt az érzést, amikor én reggel beérek a futásról, és ráiszok egy kávét, mert ez leírhatatlan. Próbáljátok ki, olyan önbizalommal fogjátok kezdeni a napotokat, hogy egyszerűen nem lehet téged lelőni. A másik nap, hogyha nem futok, akkor meg street workout, majd amúgy tervezek visszamenni a konditerembe, nem sokára, még most kicsi bohózkodás az utcán, szokom a hideget egyébként. Ha már mínuszok vannak, alul is legyenek mínuszok. Hülyéskedek. Ezért van az, hogy az ismerőseidnél azt láthatod, hogy ők ugye posztolják az Instagramra az edzős képeket, hogy ők a kondiba vannak, Terminátorba, mert ezzel is boostolják az önbizalmukat. Szokták mondani, hogyha nem csinálsz róla a képet, akkor meg se történt. De egyébként, hogyha meg is dicséred őt, így az előzőre visszatérve, tehát válaszolsz a sztoriára, már az is növeli az önbizalmát, és igazából így mondom, mindenki jól jár. Most ki fogtok nyírni, de próbáljátok ki, légy szíves. Fejlesztjétek az agyatokat. Olvassatok könyveket. Tanuljatok. Úgy kell elképzelni az agyadat, mint a bicepsedet. Hogyha nem edzel rá, akkor szépen lassan lesorvad, és olyan fonnyat lesz, mint nagyapádnak a makja. Én egyébként személy szerint a pszichológiai könyveket tudom nektek ajánlani. Pozitív mentalitás, és nem úgy megközelítve, mint a S. Péter, tehát most nem ilyen motivációs tréner szinten, hanem tudományos szinten, tehát bizonyított szinten. A másik dolog, mész az iskolába, ne a zenét hallgasd a füledben, hanem rakjál be egy podcastot hasonló témákkal kapcsolatban, már akkor is tanulsz, fejleszted az agyadat, és hidd el, hogy észre fogod venni a különbséget, segíts a másiknak. Növeli az önbecsülésedet, és sokkal, de sokkal jobban érzed magadat utána, hogyha valami kis apróságot adsz a másiknak. Megint felhoznék egy példát, bevásárló központ. Kasszánál vagytok, a nénike pakolja a kis szatyrába az üdítőket, ételeket, amiket vásárolt korábban. Te meg ott csak ott állsz, és nézed. Nem, nem! Oda mész, cimbi, segítesz neki. Ezáltal sokkal jobban fogod érezni magadat, mert nem mondja azt nekem valaki, hogy ez nem érzi jobban magát az ember, hogyha valakinek valami jót tesz. És egyébként, skacok, amit adsz, azt kapsz. Hogyha te szeretetet adsz a másiknak, akkor nagy mértékben fogod visszakapni azt a szeretetet, sokkal nagyobb mértékben fog rád zúdulni. Igazából ennyit szántam volna ebbe a mai rövidke kis videóba. Remélem, hogy kipróbáljátok majd ezeket a tippeket, amiket mondtam nektek, és együtt fogjuk majd magas szintre emelni az önbizalmunkat. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljátok be, iratkozzatok fel a csatornára, a komment szekcióban jelezzétek, hogy szeretnétek-e még a témával foglalkozni részletesebben, vagy sem, és találkozunk legközelebb. Pacskó mindenkinek!